Valaki ír a kezeddel. Versek vasárnap délután. A vonacsének egymás mellett mennek, de valahol messze összeérnek. Apa szerint csak a végtelenben. Apa és anya is egymás mellett mennek, én meg középen, mert én vagyok a végtelen, ahol ők összeérnek. Kis Ottó Ézerk Zoltán versei. Kis Ottó, Csillagszedő Márió. Az ember jóból és rosszból van összegyúrva, fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajta kapsz valami rossz dolgon, mindig szürke leszek, akkor csak állunk egymással szemben mozdulatlanul. Tehát távolodunk, de közeledünk is. Eddig háromszor mentem világgá. Először az ajtóig, azután a szomszéd házáig, legutoljára meg a lakótelep széléig. Ha megint világgá megyek, nem fordulok vissza többé, mert úgyis hazatalálok, hiszen a föld gömbölyű. Tegnap Márió, az új szomszédunk kisfia azt mondta, hogy egy kislány csak akkor lehet megszeretni, ha az mindent kétszer mond. Az én mamám viszont azt mondta, hogy ezek gyerekes dolgok, és a gyerekes dolgokat egy magamfajta nagylány már nem hiszi el. És én a mamának adok igazat. Márió megfigyelte, hogy este teljesen fölöslegesen szaladgál a parkban, teljesen fölöslegesen űzi a park egész hosszában a csillagokat vagy a holdat, mert azok azután is csak ugyanabban a messzi távolban maradnak. A játékban az az igazságos, hogy bármi lehetek, ha akarom orvos, ha akarom beteg, ha akarom kalauz. A játékban csak az nem igazságos, ha Márió is éppen az akar lenni, ami én. Olyankor mindig folyó leszek, kilépek a medremből, és mindenkit elöntök, az orvost, a beteget, és még a kalauzt is. Csak pont Máriót nem tudom elönteni, mert ő akkor mindig hajó lesz. És ez az, ami a játékban nagyon nem igazságos. Ma szerencsés napom volt, találtam egy 4 levelű lóherét. Márió azt mondta, hogy régen, amikor az apja meg az anyja elváltak, ő kutyát kapott ajándékba. Megkérdeztem a papát, hogy velük mi van, de azt felelte, hogy ők soha nem válnak el, mert annyira szeretik egymást. A kutyát már meg sem említettem. Tegnap Márióval lementünk a tóhoz. Már esteledett, amikor a vízben megjelentek a csillagok. Márió azt mondta, meglátom, éjszaka mindet kihalásza nekem onnan. Ha mégis maradna néhány a rossz látási viszonyok miatt, azokat majd reggel összeszedi. Ma délelőtt is a tó felé mentünk, és tényleg nem voltak ott a csillagok. De Máriónál sem láttam egyet sem. Akkor meg azt mondta, hogy otthon őrzi őket az üvegszekrényben, de nézzek csak ki majd estére az ablakomon, addigra mindet felrakja nekem az égre. Az óvodában minden jó, csak a grízkása nem jó. Meszek belőle egy kanállal, a kezem nem reszket, a kanál nem reszket, de a grízkása reszket. És ami reszket, azt én nagyon nem szeretem. Amikor a doktornénihez értünk, anya levette a kabátomat, meghámozott, mint egy narancsot. Milyen édes ez a gyerek, mondta a doktornéni, pedig savanyú arcot vágtam, és féltem is egy kicsit. Legszívesebben az ágy alá bújtam volna, vagy a szoba sarkába, hogy csalogassanak elő a doktornéni és anya. Becézzenek, meg simogassanak a szavakkal, hogy érezzem, jön elő belőlük a szeretet, és megtalál, hiába bújok el. Ha nem viselem mindig a szemüveget, felnőtt koromban sem leszek előre látó. Ha valaki csuklik, az azt jelenti, hogy emlegetik, ezt egy néni mondta a buszmegállóban. Anya meg azt mondta, hogy biztosan apa emleget minket, azért csuklottam. És amikor mindnyájan, a néni, anya meg én is emlegetni kezdtük az autóbuszt, azonnal meg is érkezett. Egy nagy, kék, csuklós. Máriónak meg a biciklinek vannak hátrányai. A biciklin nem lehet játszani, Márión meg nem lehet biciklizni. A vonatsínek egymás mellett mennek.
de valahol messze összeérnek. Apa szerint csak a végtelenben. Apa és anya is egymás mellett mennek. Én meg középen, mert én vagyok a végtelen, ahol ők összeérnek. Mário apukája régen vadász volt, és százból százszor lelőtte röptében a vadkacsát. Az én apukám sosem volt vadász, de azért százból százszor ő is lelőné röptében a vadkacsát, még a vaddisznót is, ha az a buta állat nem lenne olyan földhöz ragadt. Ha a házunk egy nagy léggömb lenne, akkorára fújnám, hogy minden barátom, még a Mário is elférjen benne. Aztán közösen pumpálnánk, hogy a játszótér, a park, sőt, még a lakótelep is beleférjen. Így a mi házunk az egész világ lenne. Nyáron a nap olyan önzetlen, úgy osztogatja a barnaságot, mint én az óvodában a vajas kiflit. Az uzsonna, tudom, sohasem fogy el, mert anya minden nap beletesz valami finomat a táskámba. De félek, hogy a nap egyszer teljesen kifehéredik. Te rossz vagy, apa, meg anya is, mert sohasem vagytok itthon. Amikor este hazajöttök, fáradtak vagytok. Elküldtök aludni. Sohasem játszotok velem. Pénzt adtok, hogy vegyek magamnak játékot. De minden gyereknek ugyanolyan játéka van, és nekem nem kell ugyanolyan játék. A nagypapa viszont jó, mert ő mindig itthon van. Játszik velem. Sohasem mondja, hogy fáradt. Nyáron a Márióval elvisz a nyaralóba. Kukoricaszárból csinál nekünk varázskardot, meg fosztásból varázsbabát, hogy ripsz-ropsz, az égből szeretetet varázsoljunk a földre. Reggel, amikor megcsípi a dér a kertet, a növények hirtelen kinyitják szemüket, és rácsodálkoznak az ablakomra. Ilyenkor legszívesebben csokorba kötném a jégvirágokat, s mint egy óriás vázába beletenném őket a zöldbe. De nem tudom, enyémek-e a jégvirágok. Amikor nagy leszek, veszek egy tájat, fenyvesekkel és patakkal. A szélén szélmalom lesz, a közepén rét. Nagy, kerek és piros. Apa, én tudok repülni. Jól van, azt is tudom, hogy minden gyerekkel előfordul álmában. Én viszont igazán tudok repülni. De csak akkor, ha anya nincs itt, és te sem vagy itt, sőt, senki, még a Mário sincs velem. Ez azóta van így, mióta a nagypapa meghalt. Ő azt mondta nekem egyszer, hogy csak mi ketten tudunk repülni, a nagypapa meg én. És azt is mondta, hogy ő nem sokára nagyon messzire fog repülni, talán vissza sem jön ide a kis sámlira. De a nagypapa nem mondott igazat. Mert amikor ti nem vagytok itthon, és a Mário sincs velem, akkor behunyom a szemem, és csapkodni kezdek a szárnyaimmal, és a nagypapa ott ül a kis sámlin, és mosolyog, mosolyog, és csak ő hiszi el, hogy tudok repülni. Anya sem, Mário sem, és te sem, apa. Van olyan reggel, ami nem hoz holnapot? Az igazi dolgok nagyon mélyen vannak. A feneketlen tó fenekénél is mélyebben. A szívem körül valahol. A mélység az ugyanolyan, mint a magasság. Csak máshonnan kell nézni. Van egy kidöntött fa az ablakom előtt. Tavasszal, amikor minden rügyezik meg virágzik, zöld ágak nőnek rajta. Olyankor arra a lányra gondolok, akinek nagy a hasa, és mindig szomorúan járkál a lépcsőházban.
Amikor több fa lesz, mint ember, a szomszédok néznek majd egymásra, akár a tanyán a tehenek, és nem fogják tudni, hogy most mi van. A gólya sokkal okosabb az embernél, mert nem csak a vízben meg a földön jár, de repülni is tud. Nem hiába hitett el mindenkivel, hogy ő hozza a kisbabát. Amikor hazaértünk, anya visszahallgatta a rögzítőt. Apa üzent a kiküldetésből, de csak annyit, hogy szép a Tisza, olyan, mint egyszer régen. Anya erre sírni kezdett. Sok víz folyt le a szeméből, de nem volt szomorú, inkább szép volt. Olyan, mint a Tisza, egyszer régen. A bábuk közül a marionett hasonlít legjobban az emberhez. Minden ízét külön zsinór segítségével lehet mozgatni, és felülről irányítható. Egyszer többször nyúltam valamiért, de elérnem nem sikerült. Aztán a valami megsajnált, eltűnt a közelemből. Az a rét, amelyik nagy, kerek és piros, az nem rét. Legfeljebb egy kidurrantott gumilabda. Ma vettünk egy kutyát, aki anya szerint sokkal többet játszik majd velem, mint a papa valaha is. De szerintem a Terry egyáltalán nem hasonlít a papára. Négy lába van, és sokkal alacsonyabb. Ha átjön a Mário apukája, akkor Terry mindig az ágy alá bújik, mert nagyon fél. Ha nagy vihar van, Terry akkor is az ágy alá bújik, mert az égnek pont olyan csúnya színe van, mint a Mário papa nadrágjának. A Terry mostanában nagyon beteg, és ráadásul valami külföldi betegsége van. Az állatorvos azt mondta, hogy diagnózis, és ez most már biztos. Tegnap anya találkozott Supermannel. Mindjárt mondta is neki, hogy a Terry beteg. Superman nagyon sajnálta a dolgot, de nem tudott segíteni, mert éppen évi rendes szabadságát töltötte. Semmi dráma, csak áll az ember a csendben. Azt mondta a Mário, hogy a spenótot és a répafőzeléket kimondottan szereti. Csak azért nem eszi meg őket, mert olyan nagyra nő, hogyha lefelé néz, elszédül. A Máriónak, tudod, sok mindenben igaza van. Superman ma reggel hirtelen visszajött a szabadságról. Vagy a gyógyszerek segítettek, nem tudom. Csak az a biztos, hogy a Terry teljesen meggyógyult. Úgy érzem magam, mint a hal, akit kihorgáztak. Márióval egy zsinór köt össze, ami láthatatlan. De mégse lehet elszakítani. Régen, amikor az emberek még némák voltak, a halak gyűlést tartottak. Sajnálkoztak egy csomót az emberek miatt, aztán nekik adták a beszédet. Ezt anya mondta. Én meg azt mondom, ha kicsit nagyobb leszek, összegyűjtöm a szavakat egy műanyagzsákba, és beleöntöm őket a tengerbe. Hadd beszéljenek ezután a halak is.
A három nyúl. Egyszer régen, nagyon régen, zúgó erdő közepében három nyulak összegyűltek, selyemfűre települtek, ottan se ültek sokáig, talán csak egy fél óráig. Amikor felkerekedtek, hogy már végre hazamennek, egy szarka felettük szállott, s fölkiáltott. Mit csináltok? Mit csináltok, három nyulak? Úgy ültök ott, mint az urak. Úgy bizony, mint az urak, felelték a három nyulak. Ezután már urak leszünk, ebédre rókahús teszünk. Nem fogjuk az időt lopni, most indulunk rókafogni. Csacsi szarka nem elhitte. Repült is már, a hírt vitte, s buta róka is elhitte, de hát hogy ne hitte volna, akármilyen ravasz róka. Mert a szarka így kiáltott. Egy jegenye fölött szállok, mikor lenézek a földre, három nyulak ülnek körbe, összebújva tanácskoznak. Jaj, mekkora nyulak voltak, jaj, mekkora fejük, szájuk, a medve egér hozzájuk. Hát még miről beszélgettek, hogy eztán csak rókát esznek? Ennek a felese móka szedte is lábát a róka, futott ki az erdő szélre, csak mielőbb odaérne. Hát, amint ott futott, szaladt, szemben vele farkas haladt. Szaladj te is, komám farkas! Jaj, mit láttam, ide hallgass! Az erdő közepén jártam, most is borsódzik a hátam, sosem láttam ilyen szörnyet. Ottan ültek három szörnyek, három nyúl volt, és akkora fél méter is volt egy foga. Hát még miről beszélgettek, hogy eztán csak farkast esznek? No, hiszen egyéb se kellett, a farkas is futni kezdett. A rókával versenyt futott, majdnem az orrára bukott. Addig futott, amíg szembe nem jött vele egy nagy medve. A medve így szólongatta. Hová szaladsz, farkas koma? Medve komám, ne is kérdjen, szaladj, ha kedves az érted. Erdő közepében jártam, jaj, mit láttam, jaj, mit láttam. Három nyulak ottan ültek, éppen ebédre készültek. Akkora volt foguk, szájuk, kisegérke vagy hozzájuk. Hát még miről beszélgettek, hogy aztán csak medvét esznek? Egyébre se volt már kedve, szaladni kezdett a medve. Elől róka, hátul medve, közbül a farkas liegve. Így szaladtak erdőszélre, szomszéd erdő közepébe, szaporán szedték a lábuk, szellő se érjen utánuk. Amíg futottak lihegve, egy vadász jött velük szembe. Nézi is őket nevetve, együtt szalad róka, medve. No hiszen, csak ne nevessél, vigyázz, nehogy bajba essél, szaladj inkább te is erre, kiáltott rája a medve. Az erdőben három szörnyek, puska sem öli meg őket. Három nyulak, de akkorák, nem láttál még ilyen csodát. Szedte lábát a vadász is, eldobta a puskáját is. Ilyettében megfogadta, most az egyszer érjen haza, csak ne fajják föl a szörnyek. Soha se vadászik többet. Ez alatt a nyuszi házban, fűszálakból vetett ágyban, három nyuszi aludt szépen, összebújva, békességben. Kis Ottó és Zerg Zoltán verseit Nagy Kálózi Eszter és Szabó Gyula előadásában hallották, zenei szerkesztő Barlai Zsuzsa. A műsort Varga Zoltán szerkesztette.